Árpád, hogyan folynak az előkészületek a ma esti 8 órakor kezdődő döntőre? A lányok túl vannak a főpróbán, most pedig a lányok frizuráin az utolsó simításokat végzik a fodrászok. Egyelőre a színpad ezért még üres, mint említetted is, 8 órakor kezdődik maga a verseny. Azonban egyre több a néző, egyre több közönség van. Az időjárás eddig kedvezett, azért mondom, hogy eddig, mert itt közben feltámadt a szél, és egyre több a felhő fölöttünk. Éppen ezért kérdezem a szervezőtől, Kókai Pétertől, hogy mi a teendő, mi lesz, hogyha elkezd esni az eső. Jó estét kívánok! Hát a legfontosabb teendő ebben a pillanatban, hogy fogjuk a csipiszt, mindenki fogja, nézőket is erre kérem, a kamerásokat is erre kérem, a szervezőket is, a közönséget is erre kérem, de természetesen ezen túlmenően a B-terv az mégiscsak az a legjobb, persze az lenne, ha szépen is békésen lezajlan ez a rendezvény. A B-terv az az, hogyha eső van mégis, hát a közönséget arra fogjuk kérni, hogy menjen eső és szélvédett helyre, amennyire csak ez lehetséges. Maga a zsűri az be fog vonulni a színpadra, a kifutó részét, amelyik nem fedett, ezt nem fogjuk használni, viszont a lányok a színpad fedett részén mégiscsak föl tudnak lépni, a zsűrinek meg tudják mutatni magukat, a zsűri el tudja végezni az értékelést, tehát a versenyszerű részét le tudjuk bonyolítani. Az élményszerű része, hát az már az égiektől is függ. Köszönjük szépen. Mégiscsak a lányok vannak most középpontban, mivel a jelenlegi versenyzők még felkészülnek, ezért itt áll mellettem a tavalyi győztes, akit pedig arról kérdeznék, hogy milyen visszatérni ide egy év után. Természetesen nagyon jó érzés, bár most már kevesebb gondolat érek úgymond vissza, mivel hogy tavaly még nagy volt az izgulás, még minden, most meg már csak mint zsűri tag veszek részt a versenyen, úgyhogy most teljes nyugodalomban veszek részt, és nagyon várom a lányokat, és hogy pontozhassunk. Kíváncsi vagyok nagyon a felhozatalra. Mit hozott neked a strand szépe, mivel szeretnél foglalkozni a jövőben, szeretnél a szépségiparban maradni? A strand szépe után rengetegen felkerestek, különböző fotózásokkal, munkákkal, milyen projektekkel, amikben szerették volna, hogy részt vennék. Úgy gondolom, hogy ez sokat segített abban, hogy egy kicsit úgymond megismerjenek itt Vajdaságban, és ezáltal sikerült szerződnöm is Magyarországon egy cégnél, modell cégnél, úgyhogy remélem, hogy minden jól megy, és valahol külföldön fogok tovább tanulni, illetve a modellkedéssel is foglalkozom. Köszönjük szépen! Ennyit egyelőre innen Magyar Kanizsáról, arról, hogy ki nyerte meg a strand szépét, a holnap esti híradóban számolunk be. Stúdió!